Műsorral készültek, nem verset fognak mondani, hanem a Korintusi levélből a 13. fejezetnek, a szeretet himnusznak egy feldolgozását. Karácsonyra sokszor mondjuk, hogy a szeretet ünnepe, ebből a feldolgozásból ki fog derülni, hogy szeretet nélkül, az Istentől jövő igaz szeretet nélkül, hadd mondjuk így a testélet szeretet Jézus Krisztus nélkül, a karácsony sem lehet igazi, mint ahogy az egész életünk sem az. A nyolcadikosok fiatal konfirmandus testvéreim, barátaim következnek. Ha konyhában fáradom, karácsonyi süteményekhez sütök pirószámra, ízes ételeket főzök, és az evéshez csodálatosan megterített asztalt készítek elő, de a családom számára nincs bennem szeretet, nem vagyok egyébként szokás. Ha az ingyen konyhán segítkezem, az öregek otthonában karácsonyi énekeket énekelek, és minden vagyonomat segélyképpen ajándékozom, de az emberek felé nincs bennem szeretet, mindez semmi sem használ nekem. Ha a karácsonyfát csillogó angyalkákkal és forgó tópelyhekkel díszítem fel, ezernyi ünnepen veszek részt, a templomi kórusban énekelek, de Jézus Krisztus nincs a szívemben, akkor nem értettem meg, miről szól a karácsony. A szeretet félbeszakítja a sütést, hogy megölelje gyermekét. A szeretet hagyja a lakás díszítést, és megcsókolja házastársát. A szeretet bátorságos az idő szűke ellenére is. A szeretet nem irigyel másokat házukért, amiben jól kiválasztott karácsonyi porcelán és hozzáillő asztalterítő van. A szeretet nem kiált rá a gyerekekre, hogy menjenek már az útból, hanem hálás érte, hogy vannak, és útban tudnak lenni. A szeretet nem csak az... A szeretet nem csak azoknak ad, akiktől kap is valamit, hanem örömmel ajándékozza meg azokat, akik ezt nem tudják viszonozni. A szeretet mindent elvisel, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik. A videójátékok tönkre mennek, a gyöngysorok elvesznek, a számítógépek elavulnak, de a szeretet ajándéka megmarad.